hogy nagypapától tanultam a legelső bűvésztrükköket életemben. Szeretném bemutatni a ezentúl az egyik tényleg első trükköt, amit nagypapától tanultam. Ez egy kártyatrükk volt. És ez azért volt egy fantasztikus kártyatrükk, mert nem kellett hozzá egy egész csomó kártya, elég volt hozzá 1, 2, 3, 4, 5 és 6 darab kártyalapra. Most tudni kell, hogy nagypapának nem volt nagyon a kézügyesség, és hajlamos volt arra, hogy a hétköznapokban kezébe került tárgyakat elejtse, de ettől függetlenül imádta ezt a trükköt, az 1, 2, 3, 4, 5 és 6 lappal. Minden egyes alkalom, amikor átmentünk hozzá, letett egy kis padot, mi leültünk, és mondta, hogy fiúk, hagyj mutassam be ezt a trükköt, az 1, 2, 3, 4, 5 és 6 lappal. Ha 6-ból egy egyet eldobok, marad 6-1, az ugye 1, 2, 3, 4, 5, várjál, 6-ból egy egyet eldobok, marad 6-1, az ugye 1, 2, 3, 4, 5, 6-ból egy egyet eldobok, az egyet kinyertem, marad 6-1, az ugye 1, 2, 3, 4, 5 és mind lefagyott. Köszöntöm itt a műsorban Hajnóczi Soma, kétszeres bűvész világbajnokot és Kele Botond, ötszörös magyar bűvész. Sziasztok! Szervusz! Meséljetek róla, hogy hogyan állt össze ez a bűvész show. Szeretünk bűvészkedni, ugye én alapvetően a Botonddal összeállva az Illúzió mestereit Budapesten indítottuk el egy 10 éve lassan, jövő lesz a 10. éve, és Covid előtt szerettünk volna vidéki turnét is indítani, hogy az ország minden pontjába el tudjuk vinni azt, ami a mi szívünk az a legközelebb áll, a varázslatot. A Covid ennek egy kicsit keresztül vágott, de aztán most új út erővel járjuk az országot, és így Gyöngyöst se szerettük volna kihagyni. Ugye egyenként már láttunk titeket sokszor, de együtt, hármótokat még nem. Hogy jött az ötlet, hogy többen is színpadra álljatok? Együtt erősebb az erő, nem? Botond, elmeséled? Hát mi úgy gondoljuk, hogy szeretnénk a bűvészetnek minél több ágát bemutatni, úgyhogy ebben a műsorban is itt van Zizeusz, aki nagyszínpadi illúziókat mutat be, ugye itt a hölgyeket ketté fűrészelik, helyet cserélnek, ugye ezek a legnagyobb, leglátványosabb dolgok, ugye Soma a humort szállítja a műsorban, én pedig gondolatolvasó mutatványokat csinálok. Kérlek, hogy úgy vele vedd ki, pörgess bele, és jegyezd meg a kártyát. Most pedig mindannyian, akik jegyeztetek meg kártyát, kérlek, hogy álljatok föl. Mindenki álljon föl, aki jegyzett meglapot. Múltkor 6-an álltak föl. Eddig nagyon jól csináljátok. Ugyanis én meg fogom próbálni kitalálni a lapjaitokat. Nézzük. Itt volt az első kártya, ugye? Tudod, hogy mennyi az esély, hogy eltaláljam a lapodat? 1 az 52-höz, eddig tökéletes. Ez körülbelül egyébként akkora esély, mint hogy életed során adóellenőrzést kapsz. Koncentrálj a lapodra. Maradj még állva, kérlek. Hogy a te lapodat is eltaláljam, annak az esélye már csak 1 az 52-ször 52-höz, ami körülbelül akkora esély, mint hogy életed során találkozz egy világsztárral. Hát neked ez már most sikerült. De akinek még nem, annak ennyi az esélye rá. Koncentrálj kártyádra. Tehát a lapok szerintem. Pikkötös, Káró király, treff 10-es, kör 3-as. Meséltek arról, hogy hogyan szerettetek bele az illúziók a varázslatok világába. Gyerekkori szenvedély. Szerintem egyikünk se gondolta, hogy ez lesz belőle. Igazából ez ilyen, én nem is tudom, 6-8-10 évesen ugye a legtöbb embert elkapja ez a bűvészet szenvedély. Lehet, hogy neked is volt bűvészdobozod, ezt nem tudom, de az emberek felének volt, ugye egy bitte néhány hónapot vagy egy fél évet játszanak, vagy aztán leteszik, és azt szoktam mondani, hogy van ez a hiba százalék, mint mi, aki így marad. Mi nagyon így maradtunk, olyannyira, hogy ma is főállásban ezzel foglalkozunk. Mitől lesz valaki jó bűvész? Mi kell ahhoz? Én azt gondolom, hogy igazán jó bűvész akkor lesz valaki, hogyha nagyon jó előadó. Tehát önmagában az, hogy milyen trükköket csinál, persze az is nagyon fontos, de hogyha a nézőkkel igazán jól tud kapcsolódni, hogy megtalálja velük a közös hangot, szerintem az, ami igazán leköti őket. Egyetértek. De egyébként viccen kívül tényleg így van, tehát hogy valójában, hogyha megnéztétek mondjuk Rodolfót, Rodolfo is azért volt annyira jó, mert állati humoros volt, és nagyon jól kommunikált a nézőkkel, nagyon jó volt ez a nézőmenedzsment skillje. Valójában a bűvészet egy eszköz, hogy szórakoztassunk, de akkor lesz a tiéd a színpad, hogyha előadóként ott hely tudsz állni. 100 forint? Ah, szuper! Hogy hívnak? Florence? Ó, ide jó neved van! Florence. Florence, ezt tudod, mit jelent?
Úgy a csávó azt mondja, azt jelenti, hogy 200-al jössz. Nem, segítek Florence, ez azt jelenti, hogy megvan ma délutánra a borravalom, és akkor mehetünk tovább. Akar-e még valaki segíteni? Nem, mindjárt gondoltam. Florence, nem akarom, hogy azt mondd, hogy megloptalak 100 forinttal. Szeretném megadni neked a lehetőséget, hogy visszanyerd a pénzedet tőlem, jó? Az egyik kezemben elrejtettem egy kis piros labdát, ha megmondod, melyikben van visszaadom. Egyes vagy kettes? Kettes. Akarsz változtatni? Nem. Na nézzük. Sajnos nem sikerült, Florence, de nem mondhatod, hogy nem adta meg a lehetőséget, hogy visszanyerd a pénzedet tőlem, ugye? Florence, van ilyen, aki játszik, van, hogy veszít. Milyen nehézségekkel találkoztok még a színpadon? Nálunk nyilván az van, hogy minden trükknek nagyon szeretnék tudni az emberek a megoldását, mert hogy titkok őrzői vagyunk, és ugye ebből akadnak nehézségek, de vannak a szkeptikus nézők, meg a pikird, meg csipkelődő nézők, őket próbáljuk azért viszonylag jól elkerülni. Neked könyvvel is megjelent erről. Ezt abszolút Karoltva Botonda ketten írtuk, és itt pont az volt a cél, hogy a varázslat lehetőségét, a csoda tét lehetőségét elvigyük a hétköznapi háztartásokba. Ugye a könyv címe Elképesztő trükkök hétköznapi tárgyakkal, pont azért, hogy bárki egy csomagkártyával, egy pohárral, egy telefonnal, egy bankjeggyel, egy pénzérmével olyan dolgokat tudjon csinálni, mert tényleg el tudja varázsolni az embereket. Nektek mennyi idő egy trükk? Megtanulni egy új trükköt? Ez nagyon változó. Van olyan trükk, aminek magának a trükknek az alapját azt tényleg szinte azonnal megtanulja az ember, de mire abból egy kész produkció lesz, az hónapok, de van, hogy évek kérdése, ami kicsiszolódik az összes poén, az összes apró mozdulat, és minden a helyén lesz. Vannak saját fejlesztési trükkök, amiket ti találtatok ki? Nekem például a világbajnoki műsorszámom az egy olyan teljesen egyedi, szakmailag is nagyon nívós és nagyon nehéz műsorszám volt, amivel nyertem ugye a VB-t, amit például Botonddal egy körülbelül mennyi 10 év alatt együtt raktunk össze. Ez tele volt olyan dolgokkal, amit igen, 10 év a 9,5 percért, tehát ezt hozzátenem is zárójelben, amik hát tényleg ami még nem látott napvilágot. Úgy tudom, hogy te fejlesztesz is, illetve segítséggel alkalmazást is fejlesztettél a bűvésztrükkökhöz. Mesélsz erről? A mobiltelefonok, a okostelefonoknak a megjelenése az egy nagyon érdekes irányt adott a bűvészetnek, és ezt egy picit mi is ki akartuk aknázni, kicsit fejest akartunk ugrani bele, és egy nagyon, nagyon jó barátunkkal és egy nagyon, nagyon profi fejlesztő fickóval karöltve több ilyen okostelefonos bűvész appot is kiadtunk. Botond, te művészetnek tartod a művészetet? Szerintem az, hogyha valami nagyon szépen adunk elő, nagyon úgymond művészi színvonalon adunk elő, az önmagában még nem művészet. Ott válik művészetté, amikor a nézőben megszületik valami olyan plusz gondolat, amit ez az előadás indukál benne. Olyan volt már, aki azt mondta, hogy én ezt tudom, hogy csinálod. Hát természetesen van ilyen néző, nem mindig találják el, azért hozzáteszem, sőt, általában nem találják el a mutatványok titkát. És annyi, hogy műsor után őket ketté vágjuk. Nagyon szépen köszönöm Kelle Botondnak és Hajnóci Somának. Köszönjük. Itt voltak velünk.